könyv gyakorlatilag egy beszélgető könyv, amelynek én gyakorlatilag inkább ötletgazdája és beszélgető társa vagyok négy olyan személynek, akik a saját média világban szerzett tapasztalataikat osztják meg az olvasóval, és ennek az egész beszélgetés sorozatnak, ennek a négy nagy interjúnak a célja az, hogy egy kicsit jobban lássuk azt a működési mechanizmust, amellyel ez a médiavilág körbevesz bennünket. Tanuljuk meg helyesen, helyes módon használni azt az eszközt, amelyet lehetne jóra is használni. Mégis az az általános tapasztalás, hogyha a médiáról beszélgetünk egymás között, akkor sokszor inkább a negatívumok kerülnek elő. A könyvben négy beszélgető társam van, a Borókai Gábor, a Heti Válasz Heti Lap főszerkesztője, Süveges Gergő, akit televíziós műsorvezetőként ismerünk a közszolgálati médiumoktól, Révész T. Mihály, aki az ORTT első elnöke volt, és mint olyan az első médiatörvénynek az egyik kulcsembere, mármint a médiatörvény megalkotásának, az 1996-os médiatörvényről van szó, illetve Várszegi Asztrik, aki 10 évig médiapüspökként a kormányzat és az egyház közötti tárgyalásoknak aktív résztvevője volt. Ez egy biztató, reményt adó könyv, egyszerre egy könnyed olvasmány, amely azt reméljük tőle, hogy sokaknak támpontot, segítséget nyújthat ahhoz, hogy a saját egyrészt média használati szokásaikat újraértékeljék, illetve a kommunikációs attitűdjüket átgondolják, és ha kell, akkor jó irányba változtassanak rajta. Hogy a lehető legszélesebb célközönséget, fiatalokat is, nem csak a kommunikáció média világán mozgó szakembereket szeretnénk megszólítani. Ahhoz, hogy a média világ megváltozzon, egyrészt mindannyian tehetünk érte, akár a saját környezetünkben is, másrészt pedig nem várhatunk másokra, nem kell másokra mutogatni. Nyilván mindenki a saját maga környezetében megteheti, amit megtehet ezért az ügyért.